keveset tudok róla. Lényeg az, hogy amerikai polbeat énekes, ő 40 év körül, ugye, tehát már nem mai gyerek, 40-50 év körüli, és különböző fesztiválokon, éppen béke fesztiválokon, és járja a világot, azt hiszem egy ilyen világutazó énekes. Szerintem jazz énekes. Fogalmam sincs. Te tudod? Nem. Ki az? Ha azt mondom, hogy hová tűnt a sok virág. Ez már ismerős. Ez a Marlene Dietrichnek az a híres pacifista száma. Pete Seeger neve mondaná nektek valamit. Rengeteget, az ifjúságomat. Pete Seegert láttam is egyszer az NDK-ban, a politikai dalfesztiválon, és hát egyébként magam is még gyermekkoromban a polbeat műfaja iránt aktívan is érdeklődtem, sőt együttesünk is volt, és nyakra fülre énekeltük a Pete Seeger dalokat. I'm gonna wrap myself in paper, I'm gonna daub myself with glue, stick some stamps on the top of my head, I'm gonna mail myself to you. I'm gonna tie me up in a little red string, I'm gonna tie blue ribbon too. Becsomagolom papírba és kék szalaggal áttudtam magam. Bélyeget ragasztok a fejemre, és elküldöm magam hozzá. A postás berak egy nagy zsákba, és vonatra tesz. Egy másik postásat szám elvisz hozzá. Vegyél ki a csomagból, kérlek. Dörzsöld le az enyvet a homlokomról. Ittass meg kólával, dugj rá a gumit a számba, és fektess szép meleg ágyba. When you find me in your mailbox, cut the string and let me out. Wash the glue off of my finger. Stick some bubblegum in my mouth. Take me out of my wrapping paper. Wash the stamps off of my head. Pour me full of some ice cream sodas. Tuck me into a nice warm bed. I'm gonna wrap myself in paper. I'm gonna dark myself with glue. Stick some stamps on the top of my head. I'm gonna mail myself to you. Kedves Váradi Júlia, remélem, hogy május 4-én időben megérkezem Ithakába, az egyetemi előadóterembe, ahol 5-kor kezdődik a hangpróba az esti koncerthez, és biztosan jut majd idő az interjúra is. Előre örülök a találkozásnak. Minden jót! Pete Seeger! Highways. I've stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. Been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. It's hard. Észak-amerikai kisváros. New Yorktól nem messze. Elsősorban jó nevű Cornell Egyeteméről híres. A Bailey Hall pedig az egyetem egyik nagy kerek épülete. Itt rendezik a híres előadók estjeit, a nagy koncerteket, szóval az igazán nagy érdeklődésre számoltató események. Fél öttől ötig fölásétáltam az előadó terem előtti parkba. Láttam, hogy mikor gördül be egy előkelő nagy amerikai autó. Mikor számolt ki többet magával a kísérőkkel és a rajongókkal körülvéve a megközelíthetetlen Pete Seeger, akiről pontosan 20 évvel ezelőtt hallottam először Berlinben azon a híres politikai dalfesztiválon, és akit akkor és azóta is igazán nagyra tartok. A lemezeit becsben őrzöm, és ha újat szerezhetek, mindent megadok érte. Aztán egyszer csak azon kapom magam, hogy egy ócska ragacs fék ez a parkolóban. Nem azt mondom, hogy szegényes jószág, de nem van valami nagy gazdagságra. No, és egy ellenző sapkás, szakállas, még mindig széttartású, de azért lassú mozgású, magas férfi száll ki belőle. Nyakán a hosszú sál háromszor körbe tekelve, oldalán pedig egy gitár, hátán egy kisé elhasznált tokban, talán a banjója. A farmellyesen vadonatúj és a bőrzakóját, mintha már láttam volna valamelyik lemezborító hátán egy fényképen. Pete Seeger vagyok, mondja. Maga a rendező? Nem, dadogok, én a riporter vagyok. És hirtelen még a nevemet is elfelejtem, mert nem így képzeltem a találkozást. No, nem baj, majd később beszélgetünk. Most
de először hangpróbát kell tartanom. Mert tudja, ezeknek a termeknek iszonyú rossz az akusztikájuk. Én kicsit megkönnyebbülök, hogy ezek szerint még van időm felocsúdni. És a háttérből figyelni a hangpróbát, amely néhány perc után már előadásnak is beillik.